mintha pásztor tűz ég őszi éjszakákon, messziről lobogva tenger pusztaságon. Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem. Hé, hey, paraszt! Melyik út megyen itt Budára? Nagy erőt érzek mind a két karomban. Nem vesztegetem azt szérűn és malomban. Felmegyek Budára, bajnok katonának. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas történet, akcióval, kihívásokkal, tulajdonképpen egy felnövés történet, amiben ugye a kamasz fiúból lovag lesz végül. Nem csak hát Arany Jánosra emlékezünk, és Toldira, nem mindenféleképpen Jankovics Marcellre. Hogyha elolvasod a Toldit, nyilván mindenkinek van egy képe, amit lát magában. És azért ez a film a Marcell képét tükrözi. És ez inkább ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ő hogy éli, hogy élte meg a Toldit. Hát egy nagyon alapos ember volt, elolvasta Arany János írását, elbeszélkölte, részletesen észrevette, hogy humora van Arany Jánosnak, és hát a lélektani hát elemzés is pontos, amit hát Arany János mesterjén írt le, és hát a nagy találmány még Marcellnak, hogy megjelenik Arany János, aki a narrátor szerepét tölti be. Jankovics Marcellel a közös munkán 2018-ban indult. Ő nagyon alaposan előkészített minden epizódot, és akkor azt már gyakorlatilag le kellett csak vezényelni. A mozifilm nagyon sokban különbözik a sorozattól, ugyanis rengeteg új jelenetet kellett elkészítenünk. Egész estés szerintem befogadásság ügyetében sokkal jobb bele tudunk helyezkedni Miklósnak az életébe és azokba a nehéz helyzetekbe, amelyet az öt nap alatt neki keresztül kell menni. Példaképet állít a diákok elé, olyan értelemben mindenképpen, hogy egy olyan fiút látunk, aki azt a szuper képességét, ha már ezt a korszerű kifejezést használom, hogy rendkívül ereje van, végül megtanulja használni, helyesen használni. Nem csak Toldi korát idézi meg, hogyha úgy vesszük ez a film, hanem Arany János korát is, amennyiben magának a filmnek a látványvilága egy historizáló, romantikus képi világ. Hát körülbelül olyan, mint amit egy 19. századi ember képzelhetett a 14. századról. Megjelenik a mocsárvilága, megjelenek azok az élőlények, amiket ott meg lehet ismerni, megjelenik a puszta, megjelenek azok a szokások, tehát a magyar hagyományok, vagy a magyar öltözködés, ami szerintem nagyon fontos az, hogy ezt is megismerjék a diákok ebből a filmből. Szerintem élvezni fogják a gyerekek, tehát akik megnézik, akkor ha úgy tetszik egy kamasz fiú, amit ők is korban hasonlóak megélnek, és hát ezen kívül pedig hát a stílusa olyan, ami hát a realitás, tehát úgynevezett karakteranimációról van szó, tehát a figurák a valósághoz közeliek, és a valósághoz közeli mozgásuknak kell lenni. Azért ajánlom ezt a filmet, mert egy magyar szuperhőst mutat be, tehát nem sokban különbözik ez a hős egy Supermantől vagy egy pókembertől. Neki is vannak rendkívüli képességei, ilyen az ereje, de közben egy gyarló, esendő ember, tehát nem egy csak pozitív tulajdonságokkal felruházott hős, hanem ugye vannak negatív és pozitív tulajdonságai is. Én nagyon remélem, hogy a Toldi mozi változata egy nem csak a közönség számára lesz egy maradandó élmény, hanem ez a magyar animációs filmgyártásban is egy jelentős állomás lesz. De kivel nem ér föl egész világ ökre, dicső híre neve fennmaradt örökre. Toldi, a mozifilm. Október 20-ától a mozikban.